Az árvíz miatt nem csupán az emberek, de a kutyák is fedél nélkül maradtak. Sok ezer állat sorsa vált tragikussá, amikor a víz elöntötte a házakat, és vele együtt a gazdátlan állatokat befogadó menhelyeket is. Az otthon nélkül maradt családok ideiglenes szállásaikra sem vihették magukkal hűséges kutyáikat. A stúdióban Óvári András és Zorán. Jó reggelt kívánok! Annak apropóján vagytok itt a stúdióban egy kutyussal együtt, András, hogy gyakorlatilag ugye nem csak ilyenkor jön rá az ember, ugye, hogy vannak nemes célok és szándékok, amikor éppen kutyusokat lehet megmenteni egy jótékonysági koncerttel. Miről van szó egészen pontosan? Gyakorlatilag nem egész két hete keresett meg az Zebra Állat és Természetvédő Egyesület, és csatlakozott hozzá a Felelős Állatbarátok Egyesülete is, hogy szerveznénk egy jótékonysági koncertet a kutyák érdekében, hiszen amellett, hogy több civil szervezet már segített eddig is ezeknek az állatoknak, ezeknek és az embereknek persze, szükség lenne rengeteg állatgyógyszerre, tápra és egyéb segítségre és pénzre a menhelyek rendbehozatalára. Így indult ez a dolog. Elsőként Zoránt kerestem meg, és azonnal igen mondott a koncertre. Hát gondolom, itt van érintettség is, nem a részletekre, Zorán? Van, persze, és már egyébként is korábbi kapcsolatunk is van a kutyákkal, ugye hát ezzel a témával kapcsolatosan, mert egyrészt gyerekkorom óta mindig is volt kutyám, tehát ez mondjuk alapállás, a másik pedig az, hogy most éppen egy befogadott komondorunk van, tehát egy talált komondor, amit a feleségem talált egy cég, tehát egy ilyen szervezeten keresztül, és végül is aztán vidékre lementünk, érte, fölhoztuk, és most már pont egy éve van nálunk, és imádjuk, és egyszerűen ezt átéreztem én is egy pillanat alatt, amit az András mondott, hogy annak ellenére, hogy tényleg a legfontosabb az, hogy az embereken segítsenek az emberek, de a kutyák ezerszer kiszolgáltatottabbak, hát ugye bármilyen állatról is szó lehet ilyen szempontból, és hát egy ilyen tekintetet látni, ahogy nincs segítség alapon áll, és láttam ilyen hát fotókat. Hát ők csak ugye így tudnak segítséget kérni tekintetükkel. Zorán, milyen fellépőkkel együtt fogtok majd szerepelni? Igen, szeretnénk toborozni a közönséget, az András a biztosíték arra, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy minden fillér oda kerül, ahová kell, tehát mi ingyen lépünk föl, a technika ingyen van, a maga a Városmajori Színpad ingyen adja, ez július 8-án lesz, és a Gerendás Péter, a Padödő, Keresztes Ildikó, én, és akkor még sok-sok, András mondja a többit. Még lesz egy ír step-tánc csapat, és egyéb meglepetések. Városmajori Szabadtéri Színpadon lesz. 8-án a Városmajori. Azt áruld el, András, hogy készült ezzel kapcsolatban egyébként már statisztika, hogy kimondottan az árvíz miatt hány kutyus maradt fedél nélkül, és került mondjuk nem tudok ilyenről. Annak a négy szervezetnek, akiknek elsősorban szeretnénk segíteni, több mint 500 kutyájuk van a menhelyeken. És ezek a szervezetek Miskolcon, Sátoraljaújhelyen, Gyöngyösön vagy Cegléden, ráadásul azokat a kutyákat is be kell, hogy fogadják, vagy befogadják, akiket az emberek kellett, hogy magukra hagyjanak. Az biztos, hogy az Arán is fogalmazott, mert hát ezt is tudjátok jól, hiszen te is érintett vagy ebben az ügyben. Én is másfél hete fogadtam örökbe egy kis kutyust, a Mollit, ugye ami egy német juhász-kortyuhász keverék, de az érzés, hogy az ember tényleg egy kutyát megment, az ami csodálatos dolog, és hát természetesen ezt az állatok is így érzik. Azt áruljátok el nekem, hogy milyen bevételre lehet ilyenkor számítani, elindulhat-e vajon ezzel együtt egy olyan lavina, hogy emberek tucatjai, tömegei fognak majd örökbe fogadni kutyusokat? Hát én két dologra számítok. Egyrészt maga az eseménynek lehet egy olyan figyelemfelhívó szerepe, hogy hát ha az emberek jobban átgondolják, hogy segíteniük kell az állatoknak, hiszen ha állatoknak segítenek, az emberiknek is segítenek. Bízunk benne, hogy így lesz. Köszönöm szépen, és akkor 8-án Városmajori Szabadtéri Színpad. Köszönöm. Köszönjük.